13 osztály 35 végzős diákja vett búcsút a torontálvásárhelyi Mósa Piádi általános iskolától június 30-án. A végzős diákok ünnepi műsorát a művelődési otthon nagy termében tartották. 35 nyolcadikos diáktól búcsúzzunk itt ma nagyon ünnepi keretek között, mint ahogyan látják. Nyolcadikosok, ez a banket is azt mutatja, hogy nagyon kreatívak és nagyon minőséges tudást mutattak be a 8 éven keresztül, de nem csak tudást, hanem olyan emberi értékeket is, amelyekre mi nagyon büszkék vagyunk, de gondolom, hogy a szüleik még inkább. Talán az jellemző rájuk, hogy nagyon sokat részt vettek az iskola mindenféle aktivitásaiban, az iskola életében, jelen voltak, kirándulásokra jártak, ha kellett, akkor különböző aktivitások szervezői is voltak, versenyeken is részt vettek, úgyhogy nagyon aktív generáció volt, és ahogy az utolsó tantestületi ülésen minden tanár elmondta a véleményét róluk, azt gondolom, hogy ez egy egységes vélemény arról, hogy egy tényleg igazán jó generációt kísér. Törekedtek arra, hogy ma itt egy nagyon minőséges műsorral mutatkozzanak be, és bemutassák mindazt, amit elsajátítottak itt a 8 év alatt, és amilyen fiatal felnőttekké váltak itt. 35-en vannak, ebből 7 vugdíjas diák és egy évfolyam diákja, aki a tudásával kiérdemelte ezt a tisztséget, és ma ő is majd bemutatkozik a szülőknek és az itt megjelenteknek. Az évfolyam diákja Hegyes Gabriella lett. Büszke vagyok magamra, nagy megtiszteltetés számomra, hogy az évfolyam diákja lehetek, és remélem, hogy így fogom folytatni. Gimnáziumban szeretném folytatni a tanulmányaimat. A fizika és matematika területén szeretnék érvényesülni mindenképpen. Ilyenkor sorra veszik az elmúlt évek élményeit, tapasztalatait, megemlékezve mindazokról, akik őket ezen az úton végig segítették. A tanítókról, tanárokról, osztályfőnökökről, de nem felejtenek el köszönetet mondani a szülőknek sem, akik életüknek ebben a meghatározó 8 évében gyermeküket támogatták. Így végezhető, mit üzen a végzős diákoknak? Hát azt üzenném talán, hogy ezt a tudást és ezeket az értékeket, amiket megalapoztak itt az iskolában és a szüleiktől, hogy ezt kamatoztassák, ezt tovább fejleszik, adják azt a tudást és törekedjenek, hogy minél több sikert érjenek el az életben. A végzősök nem csak az iskolájuktól, hanem eddigi életüktől is búcsút vesznek. Lezárul egy korszak, amely után új élet vár rájuk a középiskolába. 10 év múlva találkozunk.